A paleo étrend negatív hatással lehet a testmozgás előnyeire. Az alacsony szénhidrát tartalmú étrend és a paleo okfejtés nagy része az inzulin körül forog. Egy véletlenszerű bloggert idézve, a szénhidrátok növelik az inzulint, minden rossz eredőjét az étrend és az egészség szempontjából. Tehát az érvelés az, hogy mivel a szénhidrátok növelik az inzulint, leginkább húshoz kell ragaszkodnunk, mely zsír és fehérje, így ha nincs szénhidrát, nem növekszik az inzulin, ugye? Hát nem. Fél évszázada tudjuk, hogy ha valakinek csak egy sztéket adunk szénhidrát, cukor és keményítő nélkül, akkor az illető inzulinja megemelkedik. A szénhidrátok növelik az inzulint, de a fehérje is. 1997-ben közzétették néhány élelmiszer inzulin indexét, amely 38 olyan élelmiszert sorolt be, amelyek a leginkább stimulálják az inzulin szintet. Ön szerint mi okoz nagyobb inzulin kiugrást? Egy nagy alma és annak összes cukortartalma, egy csésze zabliszt szénhidráttal tele, másfél csésze fehérlisztből készült tészta, egy nagy zsemle nélküli hamburger hús szénhidrát nélkül, vagy egy lazacfilé fele? Mit gondol? A válasz a hús. Most csak a marhahúst és a halat vizsgálták, de későbbi adatok azt mutatták, hogy nincs jelentős különbség a marhahúsból származó inzulin kiugrás és csirke vagy sertés között, mindegyiknél ugyanolyan magas. Így a fehérje és zsírtartalmú ételek jelentős inzulin szekréciót indukálhatnak. Valójában a hús fehérje annyi inzulint szabadít fel, mint a tiszta cukor. Tehát a saját kereteik alapján, ha valóban azt hinnék, hogy az inzulin minden rossz gyökere, akkor az alacsonyabb szénhidrát tartalmú és a paleo étrenden élő diétázók nagy tállal fogyasztanák a fehérlisztes spagettit, még mielőtt valaha is eszükbe jutna megérinteni a húst. Igen, a hiperinzulinémia, magas inzulin szint a vérben, mind a kettes típusú cukorbetegeknél nem jó dolog. 10%-kal növeli a rákot. De ha az alacsonyabb szénhidrát tartalmú és paleo étrendet tartó diétázók ragaszkodnak a saját elméletükhöz, ha az inzulinról van szó, akkor azt mondanák mindenkinek, hogy legyenek vegetáriánusok, mivel a vegetáriánusok szignifikánsan alacsonyabb inzulin szinten rendelkeznek, még azonos súly mellett is. Ez igaz az oktolaktó vegetáriánusokra. Ez igaz a laktó vegetáriánusokra és a vegánokra. Azoknál, akik húst esznek, akár 50%-kal magasabb az inzulin szint. Legyen szigorúan növényi alapú étrenden férfi, nő, fiatal, idős, sovány vagy kövér, és egy egészséges vegán étrenddel mindössze 3 hét alatt jelentősen csökkenhet az inzulin szintje. Majd csak azáltal, hogy tojásfehérjét visszavitték az étrendjükbe, 4 nap alatt 60%-kal növelhetik a gonosz inzulin termelést. Mi lenne, ha egy csoportnál a hozzáadott szénhidrátokat megdupláznánk a szénhidrát bevitelükben? Lecsökkentheti az inzulin szintet. Miért? Mivel nem zselés cukorral vagy cukros sütivel táplálták a csoportot, hanem teljes értékű növényekkel, sok teljes értékű gabonával, babbal, gyümölccsel és zöldséggel. Mi van, ha valakit nagyon alacsony szénhidrát tartalmú diétára fogunk, mint például az Atkins diéta? Az alacsony szénhidrát tartalom támogatói feltételezték, hogy az csökkenteni fogja az inzulin szintet. De most dr. Westman az új dr. Atkins. Miután az öreg dr. Atkins túlsúlyosan halt meg, az orvosi szakértő szerint kortörténetében szívroham, pangásos szívelégtelenség és magas vérnyomás jelentkezett. De dr. Westman tévedett. Nincs jelentős csökkenés az inzulin szintben egy nagyon alacsony szénhidrát tartalmú étrend esetén. Amit viszont elértek, az LDL koleszterin szint jelentős emelkedése, amely a szívbetegség első számú kockázati tényezője. Most Atkins azonban könnyű célpont, igaz? Nem számít, hány újnál újabb vadiúj Atkins étrendek jönnek ki, ez még mindig régi hír. Mi a helyzet a paleóval? A paleó mozgalom sok mindent rendbe hoz. Azt mondja ki, hogy ejtjük a tejtermékeket és a fánkot, sok gyümölcsöt, diót és zöldséget együnk, és sok feldolgozott szemetet száműzzük. De ez az új találmány eléggé aggasztó. Védj egy csomó fiatal, egészséges embert. Fogd őket paleolit étrendre, valamint egy crossfit alapú, nagy intenzitású edzésprogramra. Most, ha elegendő súlyt veszít az edzéssel, átmenetileg leeshet a koleszterin szintje, függetlenül attól, mit eszik.
Úgy értem, ugyanezt láthatjuk a túlsúlyt kezelő műtéteknél, tuberkulózisnál, kemónál, kokainfogyasztásnál. Önmagában a bármilyen módon történt fogyás csökkentheti a koleszterin szintet, ami ezeket az eredményeket még inkább nyugtalanítóvá teszi. 10-7-es kemény edzés és fogyás az LDL koleszterin szintje még tovább emelkedett. És még rosszabb volt azok számára, akik a legegészségesebbekként kezdték. Azoknál, akiknél igazán jó LDL-ekkel kezdtek, 70 mg per deciliter alatt, az LDL szint 20%-kal emelkedett, és a HDL szintjük csökkent. A testmozgás állítólag növeli a koleszterin szintjét, nem pedig csökkenti azt. A paleodiéta káros hatása a vérzsírokra nem csak jelentős, de elég ahhoz is, hogy a kedvező fitség és test összetétel alapján gyakran tapasztalt javulás sokat ellensúlyozza. Az edzés célja, hogy jobbá tegye a dolgokat. Helyezzünk embereket növényi alapú étrendre, és egy szerény edzésprogramra többnyire csak gyaloglás alapú, és 3 héten belül csökken a rossz koleszterin szintje 20%-kal, az inzulin szintje pedig 30%-kal annak ellenére, hogy a szénhidrát tartalom 75-80%-os, amíg a paleo étrend úgy tűnik, hogy tagadja a testmozgás pozitív hatásait.